Fogadjuk méltó tisztelettel a királyi felséget. Ő felsége II. Géza, Magyarország királya. Üdvözöljük közösen a királyt! Tapsvihar fogadta a Bátaszéki II. Géza Gimnázium frissen megválasztott idei királyát és királynőjét a helyi művelődési házban. Az iskolában évtizedes diákhagyomány már az évenkénti uralkodó választás és az ahhoz kapcsolódó hódolat. Ünnepélyes ez a mai nap Jászmin számára és Daninak. Dicsőség a királyi párnak, akik most a hatalom élén állnak. Idén a fekete hercegnőnk szőke királyné lett, Aladdinját lecserélve Peteli Dánielre. A királynénket kérjük, ne szálljon el magától, nagyot lehet esni a ló hátáról. Vigyázzon a táncos lábára, hogy ne sérüljön meg a birodalmi lakomára. Egoista ényét váltsa fel a nevetősre, így lehet Bitan királyunk első szeretője. 1988-ban, amikor a gimnáziumunk fölvette a II. Géza nevet, hogy egyedüli II. Géza gimnázium az országban, akkor vetődött fel annak a gondolata, hogy minden évben a 11. évfolyamosok közül a diákok, az összes diák választ egy király és egy királynét, akik megszemélyesítik II. Gézát és Eufrozinát, és ezt megelőzi egy kampány, amelyben igyekeznek megmutatni a jelöltek, hogy kik közülük a legjobbak, és kik érdemlik meg ezt a címet. Azok vagytok nekünk, mint ünnepélyes lezárása az évnek, és mint birodalmi lépegetők a nagy Darth Vadernek. Mind megbuktok, mert nélkülünk hatalomra léptek. Mint Peteli, kit elődemonstráció jelölnek. Csupa királyi vírus a ruhámba érkező járat. De a dicsőség a betegség mellett. Hosszú szőke hajához jól élik a korona. Ezen a napon, amely a Géza névnaphoz ugye legközelebb eső, ezen a napon történik meg itt a művelődési házban, ez is nagyon régi hagyomány, a beiktatásuk. Ez egy ilyen hagyományos fordított napként jelenik meg, mai nap folyamán versenyek voltak, sport és ügyességi versenyek, ennek az eredményhirdetése is zajlott, illetve a király egy ilyen humoros beszédben bemutatkozik. Országunk bírájává, az igazság szolgáltatásban nagy tekintélye bíró, Ébert emberi Ajman urat jutalmaztuk meg, ki hosszú éves hűsége jutalmául Szekcsői királyi várunkat, az ottani fűvészkertünkkel együtt, valamint az ifjúsági klubunkat, ugyanakkor meghagyjuk számára, hogy az utóbbi időben más iskolákban menekült diákjaink számára halálszatos kérdéssel fordulnak hozzá, őket készségesen meghallgassa, és a királyi kegyet feléjük mindig őszintén gyakorolja. Az iskola osztályai jó előre felkészülnek erre a napra, és igyekeznek a legfrappánsabb, humortól egyáltalán nem mentes hódolataikat megírni az uralkodó pár köszöntésére. A király és a királynő beiktatásuk előtt, ahogy az már elhangzott, komoly kampányt folytatnak, hogy aztán a diákközösség őket találja legalkalmasabbnak a nem kis elismeréssel járó pozíciókra. Jó érzés, sokat kampányoltunk érte, viszonylag újítani tudtunk kampány során. Megpróbáltunk ki ezt a valamennyire politikusnak kinézni, tehát ez az öltönybejárás, plakát, nagy plakátolás, szalagátvágás, felavatások, tehát ezekkel próbáltunk valamennyit újítani. Illetve bevetettük először a közösségi médiát a kampány során is, tehát Facebookon is rengeteg képet posztoltunk ki, és ezek segítségével. Feszült az ember, mert ennyi ember, egész iskola nézi őt még általában másfél évig, amikor megválasszák. Hát feszült, én azt mondom feszült, de ahogy egyre haladunk előre, oldódik a hangulat szerintem mindkét oldalt. Mi közös elhatározással úgy döntöttünk, hogy a királynéi 30-ad vámok jövedelméből, valamint a nagy tiszteletű testvérünk a kievi nagy fejedelem által hozományként felajánlott összegekből nekik ajándékul juttatunk, valamint Eufrozina érdemérmünkkel jutalmazzuk őket. Arra kérlek benneteket, hogy a nevetek elhangzása után osztályonként vegyétek át az érdemérmeteket. Nagyon sokat készültünk, mivel ma a suliba ilyen diáknap volt, és ott próbáltunk csinosítani magunkon, szóval mi nem igazán vettünk részt rajta. Hajat vasaltunk, sminkeltünk,
És a ruhával is újítást hoztunk, mivel az eddigi ruha nem ez volt, hanem a másik, ami a Bernin van, szóval próbáltunk abban is egy kicsit új dolgokat belevinni, hogy sokkal színvonalasabb legyen a műsor maga. A lányoknál a kampányidőszak igazán harcias a sikeredet, ha mondhatnám így, mert voltak kisebb-nagyobb összezördüléseink, versenyből kitiltások, szabályok megszegése miatt. A Bártaszéki Géza kultusz jelentőségét és horderejét mutatja, hogy az uralkodópár a város rendezvényeinek is állandó vendége. Nélkülük alig ha képzelhetőek el jelentősebb programok a városban. De van ennek a napnak még egy folytatása majd, amikor a királyt beiktatják és megkoronázzák. Ez pedig mindig, ugye mostanában ez a Bártaszéki Bornapokhoz kapcsolódó nagy rendezvény, ez szeptember elején kerül erre sor. Én azt gondolom, egyfajta megtiszteltetés a többiek részéről. Vannak olyan feladataik is, amelyek esetlegesen mondjuk a városi rendezvényekhez kapcsolódóan, amikor megnyitják például a gasztronómiai estet, tehát inkább reprezentatívak ezek a feladatok.